Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Hát, elég érdekes világban élünk. Már csak abból kifolyólag, hogy ugye van a szomszéd országban egy háború. Nem is lenne ezzel gond, hogy ott van egy háború. Csak ugye eléggé szépen beavatkoznak abba a háborúba a NATO. Így van. Tehát a NATO-nak gyakorlatilag semmi köze az egészhez, mert ugye Ukrajna nem NATO ország. Még nem csak nem is EU-s ország. És beavatkoznak. Hát ezzel ugye az a legnagyobb probléma, hogy ugye esetleg hallgattál ilyen katonai szakértőket. Ugye, hát az, hogy szállítanak fegyvereket, az egy dolog, mert ugye volt annak idején koreai háború, ahol gyakorlatilag ugyanúgy az oroszok, meg a ugye akkor még Szovjetunió, meg az amerikaiak álltak szembe Koreába. Ugyan volt egy másik ilyen háború, az Vietnám volt, ott is az amerikaiak és a szovjetek, ugye akkor még nem oroszok, hanem szovjetek álltak szembe egymással ugyanúgy, és hát ott nem volt háború Kubában. Nem, tehát ugye így az ismertebb háborúk közül ez a kettő volt az, ahol az USA és az oroszok álltak szembe egy harmadik ország területén. Tehát az egyik felet az amerikaiak szponzorálták, a másik felet meg ugye az oroszok. És jó, de ugye nem az oroszok támadták meg, vagy nem Amerika támadta meg, pár Amerika támadta meg közvetlenül. Ugye például mondjuk Vietnámot. Tehát lényeg az, hogy ugye már azt mondják a katonai szakértők, hogyha egy külső ország katonai eszközöket szállít egy háborúba, mondjuk a NATO, akkor ugye az gyakorlatilag majdnem felér egy hadüzenettel. Én ebben nem értek egyet, pont azért nem, mert ugye Vietnám is ilyen volt. Mégse háborúztak utána egymással, és nem lett belőle világháború. Korea is ugyanilyen volt, de abból se lett világháború. Itt egyetlen egy nagy gond van, amikor például mondjuk oda küldenének NATO csapatokat. És mondjuk a NATO katonái háborúznának ugye az oroszokkal. Na akkor lenne nagy gáz, mert ugye erre gyakorlatilag ugye nem volt példa se Koreában, se Vietnámban, tehát közvetlenül, mert ugye lassan elfogynak azok az önkéntes katonák, vagy önkéntes emberek, akik Ukrajnába katonáskodni akarnak, és hát lassan elfogynak az ukránok is, vagyis hát az Ukrajnában élő férfiak is. És ami azt jelenti, hogy lassan nem lesz emberanyag Ukrajnában, amelyik háborúzni akar. És akkor nehogy olyan baromságokat csináljanak, hogy esetleg NATO katonákat küldenének Ukrajnába, mert akkor aztán itt a világháború.
nem vicc, ez komoly. Tehát akkor világháború, mert akkor már a NATO háborúzik az oroszokkal. És ha nem is világháború, de hogy az nagyon nagy gáz lenne, az hód biztos. Tehát egyszerűen jó, érdekes helyzet van ezzel kapcsolatban. Ráadásul ugye most ilyen modern fegyvereket is küldenek, például az amerikaiak olyan fegyvert küldenek, amiben gyengített urán töltetű lövegeket is be lehet rakni. Urán töltetű, ami azt jelenti, hogy gyengített, de akkor is sugároz, tehát sugárfertőzést okoz azoknak, akik. Persze a tankban lévők azok meghalnak, de mert ugye a tank mondjuk rálő egy másik tankra, a tankban lévők meghalnak, de ugye fertőzés, sugárfertőzést is okoz egyben, nem erős, mert gyengített urán. Bár bazi drága minden egyes löveg, az ilyen millió fölötti egy-egy lövés, tehát azért nem hiszem, hogy olyan sűrűn fognak vele lövöldözni. Tehát érdekes fejlemények vannak itt a világban, de ha megnézik, vagy megnézi az ember, akkor gyakorlatilag már ez a háború befejeződött volna valószínűleg, hogyha a NATO nem kezdte volna ezt a beszállást ide a háborúba. És hát van, akik jól látják, hogy igazából ugye arra kellene törekedni, hogy béke legyen, de ugye azt gondolják, azt mondják, hogy a kezdeményezzék az oroszok, de hát miért kellene az oroszoknak kezdeményezni? Hát nem őket támadták meg, hanem én úgy gondolom, hogy azoknak kellene kezdeményezni a béketárgyalásokat, akiket megtámadtak, nem? Mert hát náluk van a nagyobb veszteség, csak az a helyzet, hogy a NATO nem engedi, ugye élén az amerikaiakkal, hogy az ukránok béketárgyalásokat kezdeményezzenek az oroszokkal, hanem ugye minden áron azt akarják, hogy győzzenek az ukránok, aminek gyakorlatilag esélytelen, mondhatjuk azt, hogy esélytelen. És ugye van még egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, jelenleg olyan 20%-át elveszítették a területüknek, hát lehet, hogy bele kéne törődni ebbe a kérdésbe, hogy elveszítették, mi is beletörődtünk abba, hogy elveszítettük a kétharmadát, nem a 20%-át, hanem a kétharmadát elveszítettük az országunknak anno annak idején. Tehát a 20% az nem túl nagy veszteség, ha úgy jobban megnézzük. De ebből az ukránok semmi szín alatt nem tudnak jól kijönni ebből az egészből. Tehát ha jobban végig gondolnák az ukránok, akkor gyakorlatilag lassacskán ugye az Ukrajna nagy részét azt romokba fog heverni, és utána marha nagy buli lesz a nyugati országoknak az újjáépítés. Ugye a háború után a legnagyobb buli egy országnak az újjáépítése, mert nem segély alapon fogják újjáépíteni, hanem nyilván haszon alapon fogják újjáépíteni, vagy újjáépíteni. Szóval elég érdekes helyzetben van itt ez az egész, és nekem mintha úgy tűnne, hogy túlságosan leértékelik az oroszoknak a hadi erejét, a NATO, tehát a NATO. És hát azért a világ, nem tudom, első vagy második vagy harmadik, tök mindegy, legnagyobb atomhatalmával azért nem kellene ilyen dolgokat csinálni. És hát az ukránok, ha elvéreznek, még mindig jobb, ha egy nép vérzik el, mint a világ, nem? Még mindig jobb. Még mindig jobb, ha elvérzik 40 millió ember, mint 8 milliárd, nem?
Tehát, és persze az ember sajnálja a 40 milliót is, de hát az nem vérezne el, hogyha az ukránok leülnének tárgyalni, de hát egyszerűen az amerikaiak nem engedik, hogy az ukránok tárgyaljanak az oroszokkal. Az oroszok meg hiába akarnak kezdeményezni, nem érnek vele semmit, mert az ukránok nem akarnak tárgyalni, tehát az ukránok nem akarnak tárgyalni, de nekik állítólag egy alternatíva van, adjanak vissza mindent az oroszok, beleértve Krímet is természetesen, és ennyi, ez a tárgyalási alapuk. Az oroszok meg azt mondták, hogy ezt nekik, hát nem azért foglalták el azokat a részeket, hogy visszaadják, egy, főleg békés úton, Krímet se azért foglalták el, hogy visszafoglalják ezelőtt 6 vagy 8 évvel. Szóval egy érdekes világot élünk, de bízunk benne, hogy nem lesz annyira ostoba a NATO vezetés, hogy majd NATO katonákat küld Ukrajnába harcolni, mikor már nem lesz a ukránoknak katonájuk. Tényleg, mert gondoljátok végig, hogy most ilyen kényszersorozások vannak már, hogy úgy fogdassák össze az utcáról a férfiakat, képzeljétek el. Nem, mindenhonnan, hát mindenhonnan. Nem csak Kárpátaljáról, hát mindenhonnan. Tehát egész Ukrajna területén, hogy járják ilyen mikrobuszokkal az utcákat és a településeket, és látnak férfiakat, azt összefogdassák őket. Ellenállnak, de nem sikerül nekik sajnos, mert többen mennek rájuk. Hát persze. Na most, de gondoljátok végig azok, akiket így soroznak be, azok hogy fognak harcolni? Na most annak idején, amikor én katona voltam, és azt mondtuk, hogy ha háborúzni kellene, akkor valószínűleg elsőként a tiszteinket lőnénk le. Tudod miért? És hát azokat, nem tiszteinket, hanem tiszthelyetteseinket lőnénk le. Miért? Hogy ne tudjanak parancsot adni. Érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy hát benne van, hogyha a fegyvert kapnak, és most gondold végig, hogy lelőnék a tiszthelyetteseiket, meg a tiszteiket, mondjuk a katonák, az még mindig kevesebb áldozat, mintha őket lövik le halomra. Illetve ők lelőnek egy csomó másik embert, érted? Akár oroszt. Most az, hogy most oroszt lő le valaki, vagy egy ukránt lő le valaki ukránként, az így is gyilkosság, meg úgy is gyilkosság. Érted? Tehát így is emberölés, meg úgy is emberölés. Ez tök mindegy, mert ugyanúgy emberölés. Csak nem mindegy, hogy mit tudom én, egy-két embert öl meg az ember, vagy 10-20 százat, érted? Azért az nagy különbség, óriási különbség. Mert ezt úgy hívják, hogy etika, és ugye a minél etikátlanabb dolgokat csinál az ember, annál nagyobb problémát fog kapni az életében. Most képzeld el, azok az emberek, akik most ott harcolnak Ukrajnában, mindegy, hogy orosz vagy ukrán, és bármelyik mondjuk megölt már egy másik embert, meggyilkolt, mert ugye ez gyilkolás, gyakorlatilag, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve az akkora karmát hozott létre saját magának, amit ebben az életben, tehát egy gyilkosságot ebben az életben nem lehet levezekelni. Tehát azt nem lehet levezekelni. Oké? Tehát a gyilkosság a legfőbb bűn, legfőbben járó bűn. Most nem a törvényeket nézzük, hanem a világegyetemet, és az azt jelenti, hogy abban az életben egy gyilkosságot azt nem lehet levezekelni. Tehát azt nem lehet.
Tehát a gyilkosság ugye az szándékos gyilkosság. Tehát az a gyilkosság, amikor szándékos. Az emberölés az lehet, az ugye az nem gyilkosság, mert az nem szándékos. Tehát a gyilkosság, a szándékosság és a nem szándékosság között azért óriási különbség van. Hát a nem szándékos emberölést is elég nehéz levezekelni, de egy gyilkosságot ebben az életben ki van csukva, hogy valaki levezekeljen. És emiatt ugye mi lesz a következő életében? Az illető jócskán idő előtt fog meghalni, méghozzá szándékú, tehát hogy hívják bol? Tehát erőszakos halált fog szenvedni. Tehát erőszakos haláltól fog meghalni a következő életében. Szóval attól, hogy az emberek ilyeneket nem tudnak, attól még ez van, meg ez lesz, és ezáltal eléggé tudni kellene. Tehát az tök mindegy, hogy valaki, mit tudom én, most azért harcol és azért gyilkol, mert azt a parancsot adták ki neki, hogy meg kell támadni egy országot, vagy tök mindegy, hogy azért gyilkol, mert meg kell védeni egy országot. Nos, ráadásul ugye azt mondja, hogy a saját népéért harcol. Milyen népéért? Mikor gyakorlatilag az ukránok meg az oroszok azok szinte egyek. Tehát most miről beszélünk? Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy akkor harcoljanak a palócok meg a kunok itt Magyarországon egymással, érted? Mert az is gyakorlatilag két nép volt, a palóc is meg a kun, vagy azt mondanánk, hogy jó, akkor harcoljanak a kunok meg mondjuk a székelyek egymással, érted? Mert a székely is egy külön nép volt, tehát hát ott az ukrán meg ugye az orosz azok gyakorlatilag testvérnépek, ugyanúgy mint a palóc meg a magyar meg a székely meg a kun, érted? Ez mind ugye testvérnép. Tehát gyakorlatilag miről van szó? A Ukrajna azt jelenti, hogy határvidék, tehát határvidék, oroszul, tehát Ukrajna az azt jelenti, hogy határvidék, tehát gyakorlatilag Oroszországnak a határvidéke volt Ukrajna, Oroszországhoz tartozó határvidék. Nem tudom hány évszázadon keresztül, vagy mióta, de hosszú-hosszú időn keresztül, ugye az gyakorlatilag mindig Oroszországhoz tartozott. Csak mikor a Szovjetunió volt, ugye akkor csináltak belőle egy külön ország részt. Tehát érdekes helyzet ez az egész. Szóval mondom, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy most támadó katonaként gyilkol, vagy védekező katonaként gyilkol. Gyilkosság, és így is, úgy is, mindenféleképpen. Jó? És ugye nem mondhatja azt, hogy önvédelem, mert bement, elment katonának. Érted? Hát ilyenkor ugye mi lenne a legjobb megoldás? Nyilvánvalóan a dezertálás, ott hagyni az országot és menekültként, menekült státuszba bekerülni valamilyen országba természetesen. Jó, tehát érdekes világot élünk, de hát ugye fejezzük be ezt a témát azzal, hogy az etika az az egyik legfontosabb dolog, amit tudásként kellene rendelkezni az embernek a bolygón. Maga az etika. Nekünk van ez az alapképzésünk, az etika. Itt van.
Tehát az alapok alapja gyakorlatilag. Mindjárt oda megyünk. És akkor ugye ezzel kezdődik a coachképzésünk, a Life Élet Coach Szemeszter első képzése, az az etika. Ha a bolygón mindenki, aki tanulta volna az etikát, és mindenki betartana az etikát, akkor ezen a bolygón aranykor lenne. Tehát még egyszer mondom, ha mindenki tanulta volna az etikát, és mindenki betartana az etikát, az etika szabályait, akkor ezen a bolygón aranykor lenne. Mit jelent az aranykor? Egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomás. Nincsenek elnyomók. Honnan lesz valaki elnyomó? Honnan lesz valaki elnyomó, hogy különösen sokat elnyomták gyerekkorában? Tehát egy elnyomói hajlammal nem rendelkező, tehát semmilyen elnyomói hajlammal nem rendelkező egyén, az nem megy el gyilkolni. Tehát nem megy el katonának, érted? Olyan helyre, tehát olyan katonának, hogy gyilkolni kell. Tehát hála Istennek én olyan katonaságban voltam, hogy senkinek nem kellett gyilkolni. Tehát eljátszogattunk ott a katonaságban. Hát országvédelemmel foglalkoztunk, az a legjobb katonasors, érted? A negyedik lépcső, az negyedik lépcső. Tehát negyedik lépcsősök voltunk, mondom, eljátszogattunk ott. Tehát ugye az nem volt komoly katonaság, vagy túl komoly katonaság, de az, amikor az embereknek gyilkolászni kell, hát az eléggé komoly. És ugye azok, akik kicsit etikusabbak, azok nem mennek el gyilkolászni másokat. Ezért ugye inkább kimenekültek az országból, vagy ugye nem, tehát a felhívásnak, a katonai felhívásnak nem tettek eleget. És ez a normális, ez az etikus. Ez az etikus. Tehát egy, ugye gondoljátok végig, hogyha az emberek etikusan élnének, akkor ezen a bolygón szeretet, béke és boldogság lenne. És az emberek képesek lennének együttműködni egymással. És akkor ugye megkérdezném, hogy akkor ugye lennének népek, csak nem kellenének határok. Lennének népek, csak nem kellenének országok, érted? Világos ez? Tehát az országok azért kellenek, hogy össze lehessen ugrasztani őket egymással. Érted? A népek meg azért vannak, mert különbözik a kultúrájuk, különbözik a nyelvük, különbözik a múltjuk, érted? De ha jobban megnézed, országokra nem lenne szükség. Tehát szépen mindenki elélne ott, ahol az őseik eléltek, úgy alapvetően, mert ugye a többség ott él, ahol az ősei is éltek, elélnének, és ha béke, boldogság és szeretet lenne, akkor nem kellenének országhatárok. Érted? Nem lenne szükség országokra. Nem lenne szükség arra, hogy népeket ilyen országszerűen vezessenek. Miért? Mert hogyha egy ember etikus, akkor tehát nem csak, hogy nem tesz ártó tetteket, hanem nem csinál mulasztásokat. Tehát rengeteg ember azért mulaszt, mert nincs elég tudása arról, hogy neki mit kellene tennie, miért kellene azt tennie. Tehát eleve ott kezdődik, hogy
a legtöbb ember dolgozik kis célokért, és semmit nem dolgozik azért a célért, amiért leszületett. Mondom, semmit. Miért? Azért semmit se dolgozik azért, mert amiért leszületett, mert nem tudja, miért született le. Tehát azt gondolja, hogy azért született le, mert anyuka meg apuka összerakta a nemzőszervét. Oké? És ezáltal neki meg kellett születnie. Hát nem egészen, mert én nem egy olyan családot ismerek, család, nem család, csak félig meddig, mert nincs gyerek. Tehát egy csomó olyan párt ismerek, akik ugye fiatal kortól élnek együtt, és nem lehet gyerekük. Oké? Miért? Mert nem akar hozzájuk a kutya se leszületni. Világos ez? Illetve a kutya az le akar, mert lehet, hogy kutyájuk van, érted? És az a gyerek, az a gyerekpótlék a kutya, mert nem tud a nő gyereket szülni abba a családba, érted? Tehát a gyerek az kiválasztja a szüleit, hát nem gyerekként természetesen, hanem még mikor tudatában van annak, hogy hogyan kell ezt kiválasztani, jó, az előző élete alapján természetesen, meg a fentiek segítségével, így mondhatjuk azt, hogy a teremtője segítségével, és kiválasztja. De hát ugye gondold végig, hát hány olyan párt én ismerek, nem egyet, meg nem kettőt, hanem sokat, akik próbálkoznak gyerekkel, és nem jön össze, mert nem akar oda születni egy gyerek, érted? És mit tudom, meg is állapítják, hogy semmi bajuk, és még sincs gyerek, érted? Még sincs gyerek, mert a gyerek nem akar beszületni abba a családba. Tehát nincs egy olyan lélek, amely azokat a szülőket választaná, érted? Pedig elég sok lélek van, gondold végig, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben hányan haltak meg a Földön? Milliók, érted? Tehát van lélek, amely újra születne. Sőt, ugye vannak olyan jelentkezők, akik az előző életüket nem földi emberként élték, és jönnének segíteni. Hova? Mit segíteni? Hát, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Tehát jönnének le, születnének, hogy itt aranykor lehessen, de mégse jönnek, bár már lassan ők kifutnak az időből, akik ugye most akarnak leszületni azért, hogy aranykor legyen, de nem egészen, mert ugye az aranykor az nem egy 1-2 évtizedes dolog lesz, hanem egy hosszú távú dolog. Tehát ami azt jelenti, hogy ő felnőtté már az aranykorba válna. Tehát, és mégse, gondold végig, mégse akarnak megszületni embereknél, sok embernél, abba a családba, abba az adott családba. Ugye miért? Mert hát most gondold végig, ha valaki bevállal egy küldetést, a küldetéséhez választja a családját, érted? Tehát nem a családjához választja a küldetést, hanem a küldetéshez választja a családját. És ha nem talál olyan családot, ami támogatná azt, hogy a küldetése irányába haladjon, most mindegy, hogy milyen módon, akkor addig nem születik le, ameddig nem talál egy ilyen családot. Érted? Tehát attól, hogy az emberek nem tudják ezeket a dolgokat, attól még ezek a dolgok vannak és léteznek, és teljesen logikus dolgokról beszélek, hogyha az ember végig gondolja az egészet, sokkal százszor, ezerszer logikusabb, mint az evolúció például. Vagy ezerszer logikusabb, mint az, amit a keresztények jó részének tanítanak, hogy
a jó Isten akkor teremtette a lelkünket, amikor ide leszületett ebbe a testbe. Tudod, ez miért nem logikus? Gondold végig. Hát ugye a keresztény tanítások, a római katolikus vallással az élem, azt tanítják, hogy a jó Isten akkor teremtette a lelkedet, amikor ugye megszülettél előtte. Érted? Tudod, miért nem logikus? Mert akkor a világon a legigazságtalanabb lény a jó Isten. Miért? Mert miért teszi az egyik testet egy olyan családba, ahol öröm felnőni? Miért teszi a másikat egy olyan családba, ahol baromi nehéz gyerekkor, és szinte nem akar semmire emlékezni a gyerek, vagy felnőttként a gyerekkorára? Érted? És most két végletet mondtam. Miért? És aközt számos, vagy számtalan, mondhatjuk azt, különböző példa van. Tehát még azok sem azonos élethelyzeteket élnek meg, akik egy családba születnek. És ha megnézed, az egy családba született állatok, azok gyakorlatilag ugyanazt az életet élik, szinte tökéletesen. Érted? Az ember meg mindenki mást. Tehát én emlékszek olyanra, hogy született egy iker. Felnőttek, tehát kicsiként annyira hasonlítottak egymásra, hogy a apa avval szórakozott, hogy cserélgette a jelzést a gyereken, vagyis az anya, bocsánat, hogy az apa fölismerje. Érted? A saját gyerekeit. Tehát, hogy meg tudja különböztetni, hogy melyik. Tehát két lányról van szó. És az anya ebben szórakozott, hogy mindig kicserélte, hogy megismerje az apa. Tehát annyira hasonlított a két lány egymásra. Felnőttek, már nem annyira hasonlítottak, mikor felnőttek, de akkor is én ismerek olyat, aki állandóan összekeverte őket, és sose, nekem nem voltak egyformák, de többen összekeverték őket folyamatosan. És totál más életet éltek. Az egyiknek nem is lehet egy gyereke. Érted? Nem szült gyereket, nem azért, mert nem akart, imádta a gyerekeket, hanem azért, mert nem tudott szülni. Érted? És nem lett gyereke. A másiknak meg lett kettő. Érted? Pedig ikrekről beszélek. Ikrekről. Tehát ha azt gondolja valaki, hogy akár az ikrek azok azonos életet élnek, hát akkor én meg tudom ezt cáfolni úgy, ahogy van. Oké? Szóval lényeg az, hogy érdekes ez a helyzet, hogy gyakorlatilag az emberek itt dolgoznak ilyen kis célocskákért, sok-sok kis célért, érted? Sok, annak a legtöbb része azok a kis céloknak. Ég a világon semmi értelme nincs. Hát a legtöbbnek semmi értelme nincs. És közben ő, neki van egy olyan célja, amilyen leszületett erre a bolygóra, és halvány lila dunsztja nincs, hogy miért született, és nem is keresi a legtöbb ember erre a választ, hogy vajon ő miért született erre a bolygóra. Nem is keresi. Tehát megelégszik azzal, hogy amit megpróbálnak vele elhitetni, hogy miért van ő itt a bolygón. Hát az, mert ugyanúgy azért vagyunk, mint az állatok, mert volt egy apukánk, meg anyukánk, ugye ott meg volt az állatoknak egy kan, meg egy szuka, érted? Hát így van, úgy hívják. Érted? De persze ennek vannak különböző variációi. De hát ugye tudjuk, hogy ha szukáról van szó az állatoknál, az nőstény, ha karról, akkor az meg a hím. Jó, szóval
lényeg az, hogy mi emberek itt vagyunk, tesszük a dolgunkat, és közben halvány lila dúsztunk, nincs avval kapcsolatban, hogy minek például milyen következménye lesz a tetteinknek. Ugye a gondolataink következménye a tettünk. Ugye ez világos. A helytelen gondolkodás az helytelen cselekvést eredményez. A helytelen gondolkodásnak ugye olyan következményei lesznek, amivel ugye olyan dolgokat indítunk el, ami nem biztos, hogy az embernek tetsző, saját magának, de akár a környezetének sem. Ezeket a területeket ugye négy részre lehet osztani. Vannak a betegségek, a balesetek, az anyagi problémák és a családi problémák. Az összeset azért kapjuk, mert helytelenül gondolkodunk, és utána helytelenül cselekszünk. De bőven elég, hogy akár nem is cselekszünk, mert nehogy hibázzunk, de az meg mulasztás, a mulasztás ugyanúgy ártott tett. Tehát amikor az elmulaszt, az ember helyes cselekedeteket művelni, akkor ugyanúgy ártó tettet követel, mint hogyha helytelen dolgokat művelne. És az illető ugye csak azt veszi észre, hogy egy vagy kettő vagy akár mind a négy területen problémái vannak, azért, mert helytelenül gondolkodik. Tehát mindent, tehát nem cselekszünk sose úgy, hogy előtte nem gondoltuk. Jó? Tehát, tehát nincs olyan cselekvés, hogy előtte nem volt, nem előzte meg a cselekvést gondolatot. Vagy gondolat nem előzte meg a cselekvést. Tehát ilyen nincs. Tehát bármikor ugye van egy gondolatunk, nem biztos, hogy cselekszünk. De ha cselekszünk, az biztos, hogy egy gondolat következményeként cselekedjük. Jó, ezt jó, ha tudjuk. És ezáltal ugye az ember történnek dolgok. Történnek dolgok. Na most ezzel kapcsolatban éppen ma beszéltem valakivel. Hát szeretném mindenkinek egy mondatot elmondani abból a beszélgetésből. Azt, hogy ha te valamennyire érdekelt valamikor életedben, vagy egy embert érdekelte a szellemi dolgok, szellemiség, tehát a szellemiség, mi a szellemiség? Tehát a gondolkodással kapcsolatos dolgok. Tehát ha egy embert érdekelte valaha a gondolkodással kapcsolatos dolgok, akkor nem átlag ember. Érted? Az azt jelenti, hogy mit jelent a nem átlag ember? Hogy azért született, hogy ezt a fajta működést, tehát hogy gondolkodás, tovább vigye az emberek számára, az emberek felé. Érted? Tehát az emberek azt gondolják, hogy gondolkodnak, akkor gondolkodunk, mikor, hogy is szoktam ezt mondani? Mikor elemzünk, de nem azt szoktam mondani, egy elemzés. Mit? Mérlegelünk, igen. Akkor gondolkodunk, mikor mérlegelünk. Nem jutott eszembe a szó. Tehát ugye az ember mikor mérlegel, akkor gondolkodik. Tehát a legtöbb ember
fogalma nincs a mérlegelésről, életében nem mérlegelt. Érted? Tehát magyarul az azt jelenti, hogy nem gondolkodik. De ugye akkor tud az ember helyesen mérlegelni, ha sok információja van, tehát sok tudása van. Tehát minél több információja van valakinek bizonyos helyzetben, annál jobban tud mérlegelni. Szó szerint jobban. Tehát a végeredménye az jó lesz a mérlegelésének. Na most tehát, ha valakit érdekelt valaha a gondolkodás, a szellemiség, nem a tanulás, nem a tanulás, a gondolkodásnak és a tanulásnak van köze egymáshoz, de nem azon a szinten, mint gondoljátok. Oké? Tehát nem, tehát egy ember, amikor gondolkodik, akkor logikus. Világos? Tehát ösztönösen nem lehet gondolkodni. Érzelemből se lehet gondolkodni. Amikor egy ember gondolkodik, akkor logikus. Mit jelent a logika? Azt jelenti, hogy egymásra épülnek a dolgok, érted? Tehát egymásra épülnek a gondolatok és a cselekvések. Tehát egymásra épülnek. Tehát ami azt jelenti, hogyha mondjuk itt vagy a jelenben, ha logikus a gondolkodás, akkor vissza tudsz menni a múltba, és egymásra épülő gondolat vagy cselekvés alapján eljutsz oda, ahol most vagy. Világos ez? Tehát a logika az egymásra épülő. Tehát amikor egy ember gondolkodik, akkor csak egyféleképpen lehet gondolkodni, ezt úgy hívják, hogy logikusan. Oké? Na most, ha egy ember hagyja, hogy az érzelmei elvigyék, akkor már is nincs logikus gondolkodás. Jó? Tehát köze nincs a logikának az érzelemhez, meg az érzelemnek a logikához. Tehát ha az ember valamikor az életében ugye azt gondolta, hogy engem érdekel az emberi gondolkodás, érdekelnek az ok-okozati összefüggések, érted? Hogy mi miért van, akkor az biztos, hogy az ember nem véletlenül született le. És jó, senki nem véletlenül született. Tehát, hogy azért született, hogy ezt a fajta gondolkodást felfejlessze magában, és továbbadja. Világos ez? Miért kellene tanítani az embereket ilyen dolgokra? Nagyon egyszerű, mert hogyha az emberek logikusan gondolkodnának, akkor például nem fejlődött volna ki ez a háború. Világos ez? Ami itt van a szomszéd országban. Ha logikusan gondolkodnának, akkor nem lett volna ez a Covid mizéria, ami volt. És akkor így sorolhatnánk az összes rossz dolgot, ami történt ugye a világban, de az összes rossz dolgot, ami történt veled, bármikor az életedben, ha logikusan gondolkodtál volna előtte, akkor az a probléma nem jött volna létre veled kapcsolatban. Érted? Ez ezt jelenti. Tehát ha az emberek logikusan gondolkodnának, akkor gondold végig logikusan, jó? Hogy melyik a jobb az embereknek és az emberiségnek. Ha békében és szeretetben működnek egymással, vagy éppen az ellenkezője. Melyik a jobb? Hát logikusan végig gondolva, hát nem az, hogy nem szeretik egymást az emberek, nem? Nem az, hogy gyűlölködnek, meg haragudnak, meg stb. Meg félnek egymástól. Az nem logikus. Érted? Tehát gondold végig ebből a megfontolásból, most
Most onnantól kezdve, ha valaki azért született le, hogy a gondolkodást fejlessze magában, és továbbadja másokba, tehát másoknak a tudását, és ők is tudják magukat fejleszteni, akkor gondold végig, hogy az is mennyire logikus, hogyha nem ezen az úton halad, próbálják terelgetni. És az eszközökben nem válogatnak. Oké? Ugyanis a cél az szentesíti az eszközt. Oké? Jó? Hát gondoljátok végig, logikusan. Jó? Na most onnantól kezdve, ha körülnézel, azt kell megfigyelni, kinek vannak problémái, és utána meg kell kérdezni tőle egyszerűen azt, hogy érdekelte valaha maga az emberi gondolkodás. Oké? Maga az emberi gondolkodás. Amit úgy hívnak, hogy szellemiség. És az okokozati összefüggések. Érdekeltek valaha. Ha azt mondja, hogy nem igazán, akkor tudod, hogy egy olyan ember, aki mit tudom én, hány életet már inkarnálódott, érted? És már teljesen be van zárva az anyagba. Oké? Az azt jelenti, hogy azok az emberek, akik az anyagba zártak már, azoknak esélyük nincs arra, hogy ebbe az életükbe felkerüljenek az felső létformába. Tehát akiknek esélyük nincs arra, hogy az életükbe felkerüljenek a felső létformába, azokkal mit akarunk kezdeni? Mert ugye nekünk az a küldetésünk, hogy minél több embert felvigyünk a felső létformába. Oké? Felvigyünk a felső létformába. Ehhez kell az átmeneti korszak, amit úgy hívnak, hogy aranykor. Oké? Aminek 2035-re kellene megvalósulnia a bolygó szinten. Oké? Ami azt jelenti, hogy aranykornak kell lennie. Mindegy, mekkora létszámmal. Oké? A fentiek szerint. Ha 100 000 ember hozza létre az aranykort, akkor a többi az nem éli meg az aranykort. Csak úgy mondtam egy példát. Nyilván a fentieknek az lenne a céljuk, hogy minél több ember élje meg az aranykort. Oké? Tehát a jelenlegi világunk egy olyan világ, ami minden arra van előkészítve, hogy az emberek tömegei halljanak meg. Világos ez? És ugye azok élnek majd túl, akik nem akarnak meghalni, hanem tudják, hogy ők föl akarnak kerülni a felső létformába, oda, ahonnan jöttünk. Mindenki onnan jött, csak vannak olyan emberek, akik már annyi inkarnáción mentek keresztül, hogy egyszerűen halvány lila dunsztjuk nincs, hogy ők egy felső létformából jöttek. Ővelük volt a legkönnyebb elhitetni az evolúciót. Oké? Ők azok, akik úgy gondolják, hogy ebben az életben minden véletlen.
a jó is, meg a rossz is. Ebben az életben semmi nem véletlen. Minden megszervezett. Ha jó, ha rossz, ha bal sorsnak tűnik, ha szerencsének tűnik, minden meg. Ha peknek tűnik, akkor is, nem a peknek, ha peknek tűnik, ja? Akkor is nem véletlen. Tehát itt semmi nincs, ami véletlen lenne. Az nem ez a bolygó. Jó? Egyébként más bolygó sincs, hogy véletlen alapján működne. Szóval egy olyan világban élünk, ahol azt gondolod egyénként, hogy kicsi vagy te ahhoz, hogy tegyél azért, hogy egy jobb világ legyen. Most gondold végig, azért jöttél le? Tehát aki itt tanul, akit érdekelt az én előadásom, azt mind oda vezették az előadásaimhoz, ide, illetve ide a képzésekhez. Ami annyit jelent, hogy nem véletlen. Tehát te azért jöttél le, hogy embereknek, nem, hogy fejleszd, hát azért jöttél le, hogy fejleszd a tudatosságodat, érted? A logikádat, és ebben segítségére legyél másoknak. Tehát gondold végig, ha minden ember logikus lenne, akkor béke, szeretet és boldogság lenne ezen a bolygón. Világos ez? Most gondold végig, ha két ember találkozik egymással és együtt kellene működni, melyik a logikusabb? Az, hogy nem működnek együtt, vagy az, hogy együtt működnek? De egyáltalán melyik a logikusabb, hogyha az emberek együtt működnek, vagy ha az emberek nem működnek együtt? Melyik a logikusabb? Gondolkozz. Melyik a logikusabb? Az imént elmondtam, ha szeretik egymást, vagy ha gyűlölködnek. Melyik a logikusabb? Ha fegyvert gyártanak az országok, hogy háborúzhassanak, vagy pedig azt a pénzt mondjuk olyan dolgokra költik, aminek van értelme. Érted? Mert a fegyvereknek nincs értelme. Az nem értelem, hogy készítünk olyan szerszámokat, amivel gyilkolni lehet. Érted? Annak az ég adta világon semmi logikája nincsen. Érted? Tehát gondold végig, melyik a logikusabb? Az, hogy úgy kell fölnőni egy ártatlan gyereknek, érted? Aki eleve úgy jött le, mint lélek, hogy tele van szeretettel, és utána kapja az elnyomást, és ezáltal elnyomóvá válik felnőttként, sőt már gyerekként elnyomó. Az a logikusabb, vagy az lenne a logikusabb, hogyha már feltétel nélküli szeretettel született le valaki, mint lélek, akkor onnantól kezdve mi lenne, az gyakorolná. Melyik a logikusabb? Hát nyilván nem az a logikusabb, hogy egy feltétel nélküli szeretetben lévő lélek, az majd gyilkolásszon felnőttként, érted? Hát nem ez a logikus. Tehát azok az emberek, akik ugye elnyomóként működnek, az imént említettem, de egy kicsit bővebben beszélek róla, olyan családba születtek le, ahol elnyomó, igaz, elnyomó volt legalább az egyik szülő. És az az elnyomó szülő az annyit elnyomta a nálánál jóval kisebbet. Tehát ugye az elnyomó
ra jellemző, hogy a nálánál kisebb vagy gyengébb embereket nyomja el. Hát miért nem a erősebbet vagy a nagyobbat, mert az lehet, hogy orrba vágja, aztán a többet nem nyomja el. Tehát nyilván azokat, akik gyengébbek. Tehát nem tudom, hogy én erre már gyerekkoromban felfigyeltem, óvodától kezdve, még arra is emlékszem, általános iskolára tökéletesen, középiskolára még inkább, az, hogy mindenütt voltak olyan gyerekek, mondjuk az óvodában csak elvétve még, de az általános iskolában már elég szépen, akik elnyomták a gyengébbeket. És én nem tudom, ez hogy volt más iskolákban, de nálunk ez úgy volt, ahova én jártam osztályba, hogy én nem hagytam. Tehát én megvédtem azokat, akiket elnyomtak. Emiatt ugye elég sok konfliktusom volt. Kezdetben még képzeljétek el, az elsőbe és másodikba, általános első-másodikba, még a tanárokkal szemben is megvédtem a gyerekeket. Ne csodálkozz azért azon, hogy voltak igazgatói intőim. Még az elején. Oké? Tehát utána azért lettek olyanok az osztályban, akik hasonlatosak voltak hozzám, mert én mindig szerveztem csapatot. Tehát volt saját csapatom. És ezáltal némi nemű feladatunk volt, hogy a gyengébbeket megvédjük. Tehát nem csak én, hanem megvédjük. És hát most gondolkozz logikusan, hogy bizonyára a te osztályodban is voltak kötözködő gyerekek, akik kötözködtek a gyengébbekkel. Képzeljétek el, középiskolában volt egy olyan elnyomó gyerek, hogy tanultuk a heggesztést, és amikor megheggesztenek egy vasat, az ízzik. Már nem fehéren izzott, hanem vörösen, és utána oda ment a gyerekekhez, és a nyakukhoz nyomta az izzóvasat, érted, hogy elég melege. Ezzel a címszóval. Én úgy drukkoltam, hogy kirúgják az iskolából, mert tényleg egy elnyomó gyerek volt. Hát sajnos nem rúgták ki, és ezáltal 4 évet ott volt az osztályban. Velem nem kötözködött, mert én megvédtem magamat, de a gyengébbekkel állandóan, vagy a türelmesebbekkel, az ilyen birka türelme, mert nem biztos, hogy gyengébb volt, csak ilyen birka türelme volt, olyan gyerekek is voltak, érted? Tehát volt egy barátom, aki igazán hatalmas erő volt benne, érted? Nagyon erős volt, egy ilyen nagy darab, nálamnál nagyobb darab, és birka türelme volt, így van, és vele is kötözködött. Pedig sokkal erősebb volt, mint ez a kötözködő. Szóval jobban megnézzük, ugye az emberek 20%-a az antiszociális, tehát elnyomó. Az azt jelenti, hogy mondjuk van egy 30 fős osztálylétszám, ott abból 6, ugye az a 20%, 6 fő, aki elnyomóskodik. Abból az igazán veszélyes a 20%. Az azt jelenti, hogy 1-2 gyerek. Annak a 20%-a. Tehát egy 30 főből 1-2 gyerek nagyon elnyomó, úgy átlagban. Jó? És gondold végig, hogyha ilyen szülőkhöz bekerül, aki már gyerekkorban kötözködik másokkal, bekerül egy lélek, hát nagy eséllyel az a léleknek a teste, ugye, amiben megtestesült, hát az elnyomó lesz. Jó? Tehát
És mit csinálnak az elnyomók? Azt csinálják, hogy rossz hangulatba kényszerítik a nem elnyomókat, és amikor az ember rossz hangulatba kényszerül, akkor elveszíti a tudását. Tehát elveszíti a tudását. Tehát, ha valaki beteg, bármilyen betegséget nézünk, ha olyan betegséget nézünk, ami tartós, akkor az azt jelenti, hogy tartós elnyomásban részesült azt megelőzően, mielőtt a betegség kialakult. Ha olyan beteg az ember, ami rövid idejű betegség, azt megelőzően elnyomásban részesült az illető, nyilván rövid ideig. Tehát a betegség tartóságából lehet következtetni arra, hogy az illető azt megelőzően, a betegség kezdetét megelőzően milyen tartós elnyomásban részesült. Tehát azért betegek az emberek, és minél, nagyon érdekes, minél fejlettebb a társadalom, annál betegesebbek az emberek. Mert érdekes módon annál több az elnyomás. Minél jobban egy társadalom az ilyen hagyományos életet képvisel, tehát régi hagyományos életet képvisel, annál kisebb a társadalomban az elnyomás, és annál egészségesebbek az emberek. Jó, tehát minél betegesebb egy társadalom, egy nép, annál nagyobb az elnyomás. Hát mi a betegeskedésben itt Európában eléggé élenjárók vagyunk. Már elég hosszú ide. Mert gyakorlatilag, ha megnézzük az elmúlt 400 évet, egyetlen egy népet nem nyomtak el annyit itt Európában, mint minket. Oké? Ez van. Jó? Tehát, ha végignézzük a 400 év történelmét, akkor azt látni, hogy szinte megszakítások nélkül elnyomásban részesülünk. Jó? Tehát most voltak ilyen egyszer-egyszer ilyen pár évtizedes kisebb elnyomás. Például a kiegyezés és a második világháború közötti időszak. Ennyi volt az elnyomásmentesség. Az se elnyomásmentes volt, csak ott ez egy békésebb időszak volt. Ugye volt egy időszak, talán még ugye a 70-es, 80-as évek eleje, 70-es évek vége, 80-as évek eleje, amikor ugye kisebb elnyomás volt, így van. De hát ezek ilyen pár év, vagy egy-két évtized, vagy pár évtized, és előtte meg folyamatos elnyomás volt. Tehát onnan, hogy ugye a törökök megtámadtak minket, onnan folyamatosan elnyomásban részesültünk. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy hogyha egy nép elnyomásban részesül, akkor ott az emberek is elnyomásban részesülnek, és akkor ne csodálkozzunk, hogy betegesek. És ha az emberek, tehát egy nép betegesebb, akkor természetesen rövidebb is az élettartamuk. Tehát minél betegesebbek az emberek, annál rövidebb
az élettartamuk. És akkor így tudsz összefüggést tenni azzal kapcsolatban, hogy miért rövidebb a valami 7 vagy 8 évvel az átlag életszínvonalunk, mint az uniós átlag. Mint az uniós átlag. Tehát nem mint a legmagasabb életszínvonalak az unióban, hanem az uniós átlaghoz képest valami 7 vagy 8 évvel rövidebb a magyaroknak az életszínvonal. Oké? És ez azt jelenti, hogy ha visszanéznénk azt, hogy betegség, akkor ugyanez az eredmény jön neki, csak ezt nem vizsgálják ebből a szempontból, pedig kellene vizsgálni ezt is, hogy különböző népek mennyit betegeskednek, hány órát, átlagosan hány órát vannak betegséggel eltöltve, és akkor rájönnénk, hogy megint csak ugyanilyen helyzet van, hogy az uniós átlaghoz képest mi sokkal betegesebbek vagyunk, mint nép. Oké? És mondom, minden betegség kivétel nélkül elnyomás következménye, ezt jó, ha tudod. Jó? Elnyomás következménye. És ugye nem azt jelenti, hogy akár akkor is elnyomják, mikor beteg, mert ugye a legtöbb beteget már nem szokták elnyomni. Értitek? Szóval nem szokták elnyomni, hanem amikor a betegség kialakul, akkor történik az elnyomás. Tehát ha az ember mondjuk egy betegségből ki akar menni, ki akar gyógyulni, akkor végig kellene gondolni azt, hogy milyen elnyomás következtében lett a betegség kialakulása, és utána arra kell törekedni, hogy az ember ne éljen meg semmilyen szintű elnyomást. Tehát minél, tehát itt nem az a lényeg, hogy mennyire elnyoma a környezet, hanem azt, hogy az egyén hogy éli meg az életében azokat a dolgokat, amik történnek vele, azt mennyire éli meg elnyomásként. Bármi, ami történik vele. Érted? Tehát, hogyha egy ember nem tanulja meg azt például, hogy itt van, elnyomás feloldó. Nemrég tanultuk egyébként, ezelőtti az önbizalom teremtő coach képzés előtt volt, tehát most jelenleg az önbizalom teremtő coach képzésünk van, és ugye nem tanulja meg az ember, hogy hogy oldja fel az elnyomást, akkor egész életében elnyomásban fog részesülni. Tehát most abból indulj ki, akár férfi vagy akár nő, hogy mennyire tudtak téged elnyomni gyerekkorban. A gyerekkorban sikerült az, hogy elnyomjanak, akkor most is sokkal érzékenyebb vagy bármilyen jellegű elnyomásra. Ez biztos. Világos ez? Aki tudta gyerekként kezelni az elnyomást, az felnőttként is tudja kezelni az elnyomást. Érted? Tehát nagyon egyszerűen vissza tudsz emlékezni, hogy mennyire tudtak téged elnyomni gyerekként. Minél jobban el tudtak nyomni gyerekként, felnőttként is az a baj, hogy hagyod magad, hogy elnyomjanak. Érted? Tehát gyerekként is hagytad magad, most is hagyod magad. Tehát az ember úgy működik, hogy vagy gyerekkori minták alapján működik felnőttként, vagy gyerekkorban tanultak alapján működik felnőttként.
Hát amire tanították gyerekkorban, azt csinálja felnőttként is. Jó? Vagy amilyen mintákat látott gyerekkorban, azokat a mintákat követi felnőttként is. Tehát az ember nem tanul, akkor honnan a fenéből jöjjön ezekre a dolgokra magától rá? Egy, kettő. Ha az ember nem tud kiken gyakorolni, akkor hogy fogja begyakorolni a tudást? Gondoljátok végig. Itt biztosítunk lehetőséget az ember, az nem elnyomók számára a tanulásra, oké? Hogy fejlődhessenek, és bekerülhessünk az aranykorba, ott még gyorsabb tempóban tudjunk fejlődni, és utána felkerülhessünk abba a létformába, ahonnan jöttünk. Jó? Én a Sirius B-ről jöttem. Oké? Csak úgy mondom, hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen a figyelmeteket. A legkedvezőbb feltételekkel tudsz itt tanulni. Várunk szeretettel. Szeretlek benneteket. Sziasztok!